újságolvasó közönség tudhatta. Azt ugyanakkor, hogy a konfliktus végül világháborúvá terebélyesedik, alig ha sejtették. Volt a nők szerepe, a maga a propagandának a megjelenése, már akkor ugye meg az, hogy a filmgyártás, tehát hogy elindul a 20. század elején egy olyan dolog, ami nagyon meglendíti a társadalmat, és akkor történik egy ilyen borzalom, és akkor hát nem kell csodálkozni, hogy olyan dolgok is megszületnek így körülbelül akkor vagy utána, a zenében, akár gondoltunk itt a dodekafóniára, vagy csomó olyan dologra, ami hát nyilván egy lélekből fakadó valami, tehát hogy a diszonancia. Azt gondoltam, hogy ez a kicsit depresszív végére ez így teljesen visszaadja, hogy azért ez egy emberi cselekvés sorozat, és nem feltétlenül kell a háborúkat csinálni, akkor ezt el is lekerül. Most nem az a kérdés, mit szeretünk, hanem mit lehet tenni. Függesszük tehát fel a bármavárt létrejövő kifejlett és kérjük be, addig kevésbé tudok, de minél táplálunk, és egyszerű élelemmel. És amióta ilyen kis pici gyerekem van, azóta még jobban átérzem azt, hogy egyszerűen tilos belemennünk egy ilyen tévedésbe, hiszen a háborúnak csak vesztesei vannak. Akár a fronton szó szerint, akár itthon, akár az utókornak, ezt a sokkot nem lehet feldolgozni. És hiába telt el 100 év, a felmenőink között ott van.